habos meleg eperkrém, a tojás sárgáját, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot, és a már elkészült eper toppingot bele teszem ebbe a keverőtálba. Így. Jól kikeverem. Amikor már érzem, hogy elolvadt a cukor, akkor hozzáöntök egy kis tejszínt. Ezt is elkeverem, és teszem a vízgőzre. Folyamatos keverés mellett krémmé verem. Az epertopping, tudják, a főzőiskola részben megtalálható. Az epret fölfőzöm cukorral, vaníliával, összeturmixolom, átszűröm és hagyom kihűlni. Ez az epertopping. Mikor ilyen sűrű állagú, leveszem a forró vízgőzről, és beleöntöm az olvasztott vajat. Folyamatosan keverem ezt is. Nézzék, milyen szép sűrű krém lett. Tálka vagy kehely, beleteszem. Végül pedig az eper toppinggal még meg is locsolom. Így, nincs.